Tavaszszíneit idéző virágköltemény díszítette az asztalt az idei Győri Tavaszi Fesztivál sajtótájékoztatóján. A város, valamint a Győri Művészeti Fesztivál és Művelődési Központ szervezésében megvalósuló rendezvény ebben az évben még színvonalasabbnak ígérkezik, mint az eddigiek. A Győri Tavaszi Fesztivál programsorozatainak összeállításánál tudatosan törekedtünk arra, hogy a kultúra széles tárházából különböző műfajokat megszólítsunk, legyen akár szó irodalomról, zenéről, képzőművészetről, vagy akár divatról is, és célunk volt így egy olyan egységes programsorozat kialakítása, amiben bízunk benne, hogy mindenki megtalálja a kedvére való kikapcsolódási programot. A rendezvényt igyekeztek úgy összeállítani, hogy a programok között több ízben is megjelenjen az a kulturális áramlás, mely Győrt jellemzi, és ami fontos eleme a város Európa kulturális fővárosa pályázatának. A tavaszi fesztivál programjaiban nem véletlenül, de több olyan elem is beépítésre került, amely a városnak a 2023-as Európa kulturális fővárosa pályázatához kapcsolódik. Így megjelenik benne az áramlás élmény, a flow élmény egy csodálatos fotókiállítás kapcsán, de a kulturális programok tekintetében is az a sokszínűség és az a gondolkodásmód és koncepció jelenik meg, amelyet a pályázat elkészítésénél is szem előtt tartottunk. Szirtes Edina mókus hegedű művész egyedül is elvarázsolta a sajtótájékoztató résztvevőit, Szokolai Dongó Balázsral és Fassang Lászlóval kiegészülve a fesztivál felütéseként, vélhetően elkápráztatja majd a felújított öreg templom közönségét is. Elsősorban saját szerzeményeket fogunk játszani, lesz merch megzenésítés Csokonaitól, vagy talán még az Radnóti verset is eljátszok, vagy Jurjof Attilát, aztán lesznek klasszikus zenei átvaratok, például lesz Bartók átirat, de lesz olyan, hogy eredeti népzenét idézőjelbe forgatunk ki, improvizációkkal vezetjük át. Általában úgy szokott lenni, hogy be sem mondjuk a műcímeket, egyik darabból a másikban átmegyünk, megérkezünk, megbeszéljük, hogy ki mit vezet át, és az egyik darab ajándéka átvezet a másik darabba, és az is egy olyan töbletet okozhat, egy koncertélményt bízom benne, amit nekünk is okoz. Március 15-e és április 3-a között tehát Győri Tavaszi Fesztivál, ahol olyan neves előadókkal is találkozhatnak a győriek és a Győrbe látogatók, mint Kepes András, Gerendás Péter, Malek Andrea, vagy épp a magyar divat ikonikus alakja Nárai Tamás. Koncertek, kiállítások, irodalmi estek és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket.